A fiam töltötte be, mert itt is annyira kimosta a hídnak a szél, itt a mázeső, hogy féltünk, hogy egyik fele lerogyik a hídnak. És ez csak az egyik probléma, talán a legkisebb. Az elmúlt időszak nagy esőzései óriási károkat okoztak a családnak. A dombról lezúduló nagy iszapos víztömeg összes hordalékával együtt a ház udvarába folyt be, és az ingatlanba is betört. A tulajdonos szerint ez a rossz vízelvezetésnek és az útfelújítás miatt megemelkedett útszintnek köszönhető. Bejött a víz, amikor elkezdett szakadni az eső, akkor 2 perc múlva bejött itt a víz, a gáderon belül, a gáderon csurdig volt vízzel. Itt valami oknál fogva nagyon sok iszabott fák, és ott valami oknál fogva egy helyen bement, átpúrt a gádert, és belül a konyha rész és a boltéban van, ott az egész járólap. Az mind föl. Bugyogott, 3-4 óráig Marika itatta, törölgette, az mind fölrepette. De ha 5 perce tovább esik az eső, csak 5 perce, az egész házat elöntötte volna. Az egész házat elöntötte volna. És én mást untam meg, már nem, mert abban az időben még nem voltam beteges, megmondom őszintén, nekiálltam, csináltam, meg tudtam oldani kézét, de most már nem tudom. Meg az a probléma, a legnagyobb probléma az, hogy ha véletlenül nincs itt hol a Marika, vagy véletlenül nincs itt hol a gyerek, mert most a gyerekek azért maradtak itt hol, de őnekik is van külön életük, nem lehetnek állandóan itt. Ha jön egy ilyen nagy eső, vagy, de már ideig egy közepes szintű, de nem külön nagy eső, egy közepes szintű eső, hogy megyek én ott ki? Hulladjak itt benn, magyarul? Már benger, hulladjak, mert amikor mentem ki, Marika, lesüllyedtem az iszabba, leesett a kezem, te kaptál meg a gyerek, te fogta hátul a gyerek, meg előre, úgy húztatok ki, nem így volt? Nekem az a lényeg, hogy nekem ide ne jöjjön be víz, mert ha nincsenek itt a gyerekek, vagy nincs itt a feleségem, magyarul veszélyben van az életem. Nem tudok kimenekülni. 150 kiló, 160 kilós ember vagyok, 90%-os mozgáskorlátozott vagyok, nagyon nehéz a járásom, csak segédeszközzel tudok járni. És az a probléma, ha bejön ide egy olyan ágyékikérő, iszap meg víz, 2 percen belül tör befele, kifele sehogy se tudok menni, mert jön az iszap meg a víz. Az ablakon megint nem tudok kimenni, mert jön az iszap meg a víz. Csak hátul egyedül oda tudok a kerítésnél kimenni, ahol nem tudok én kimenni egyedül, nem tudom megoldani. Mert nem tudok fölmászni ebbe súlya, meg ebbe kilóba, meg ebbe a lába, meg ebbe a kopott gerince, meg ebbe a mozgásérülti dolga, a betegségem, mert nem tudom megoldani. És akkor kinek szóljak, ha véletlenül nincs itt a feleség, mondjuk ne adj Isten, ő is bekerül a kórházba, vagy bárhova el kell menjen, mert sose lehet tudni. Pont jön ez, és akkor én hogy fogok kimenni, akkor fulladjak itt benn? Palánkkal van eltorlaszolva az az átszakított kerítés, ahol sikerült kimenekülnie a családnak saját telkükről. És a feleségem itt is lehet látni, ide nézem még mindig. Itt elsüllyedtem, arra vége elsüllyedtem, ágyikig ért a víz. A feleségem ott fogott hátulú, tót kifele, fiam meg húzott befele, kifele, bocsánat. És hogy húzott kifele, a gyereket majdnem berántottam, hogy a gyerek 60 kiló, én meg 150 kiló. Hát most azért fogott a gyerek, húzott, de azt nagy nehezen kimentem. És hogy kimentem, ott kinn látunk legalább 3-4 órát, mert nem tudtunk lejönni, meg visszajönni a házba. Akkor volt a legnagyobb eső, akkor a híd fölött folyott az eső, akkor az árok fölött folyott az eső. Amire le tudtunk oda lemenni a sarokba, a kerítés mögé, akkor már egy kicsit csendesedett. A rokkant családfő azt mondja, hogy a legutóbbi útfelújításnál közel 15-20 cm-rel emelték meg az utcai burkolat szintjét, ezért az útról is az ő telkébe folyik be a víz. A vízelvezető árkok sem megfelelőek, hiszen nem elég nagy az áteresz. A hordalékok felfogására szolgáló rács sem elég sűrű, így minden átmegy rajta. Méteres magasságba megy be az iszap, a víz, a fatörmelék, az OSB lap, a hungarocell, a konzerves dobozok az udvarba, sőt, néha még állati tetemeket is találnak a házuk előtti árokban. A víz alámossa a járdát is, az is berogyhat hamarosan. Azt mondja, olyan árok kéne eléjük is, mint amilyen a falu többi részén van. Ide viszont már nem jutott el a fejlesztéssel az önkormányzat. Minimum az árkot csinálják meg, mert ha lenne egy olyan árok, mint lefele, innentől a második szomszéd meg még lepele egy, ez a kockás, 3x4-es, akkor nem tudnának az ágak megakani, nem tudna a fa megakani, nem tudna a vízbe jönni, nem, stb., mert ott el tudna menni. Én annyit kértem csak a polgármester, megint azt mondom, nem haragszok én a polgármester asszonyra, tisztelem, becsülöm őtet, nincs vele semmi problémám, csak annyit, de én mondtam neki, hogy nekem muszáj lesz lépni ennek a dolognak a véget,
mert sajnos most már a betegségem 2 év annyira megromlott, hogy nekem muszáj lesz lépni, mert ha ne adj Isten, egy olyan katasztrofális helyzet van megint, ami jön, én innen nem tudok kimenekülni. És nagyon szépen megkérem a polgármesterasszonyt is, hogy részemre legyenek szívesek biztosítani egy olyan dolgot ebben kapcsolatban, hogy ne folyjon be víz, hogy segítsenek megcsinálni az utat, hidat, azt a rácsot, mindegy, találjanak ki egy olyan dolgot, ami nekem megfelel, és úgy ne jöjjön be víz. Azt, ami ne veszélyeztesse magyarul az életemet. A férfi már többször megkereste a polgármestert a problémával, de azt mondja, semmi eredménye. Mi is próbáltuk az eset miatt megkeresni a település vezetőjét, ő viszont nem állt szóba velünk. Egy munkatársával azt üzente, hogy a rengeteg teendője mellett nem tud stábunkra időt szakítani.